műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Egyre több helyen rendelnek el árvízvédelmi készültséget a Tisza középső szakaszán elsőfokú a riasztás. Szolnok térségében hétfőre várják a tetőzést, de a várható enyhülés és az eső újabb árhullámokat indíthat el. A belvíz miatt is készültség van, országszerte már csaknem 80 ezer hektárnyi területet öntött el a víz. Ennek majd fele vetés és szántó. Szinte az egész Alföld érintett, a legnagyobb összefüggő vízfelületek Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok és Csongrád megyében alakultak ki. Jász-Nagykun Szolnok megyében több mint 15 ezer hektár a belvizes területek nagysága. 7 településen másodfokú, 2 szakaszon pedig elsőfokú készültségi fokozat van érvényben. 36 szivattyútelep és 8 mobil szivattyú dolgozik folyamatosan. Elmondható, hogy a 24 órában közel 2,3 millió köbméter vizet engedtünk át a befogadóba. Ez az utóbbi időszakban a 14 millióhoz képest látható, hogy most már napi szinten ez emelkedés jelent. A vízügyi szakemberek mellett saját hatáskörben az önkormányzatok is dolgoznak a csatornák tisztításán. A mi térségünkben eléggé fölkészültek vagyunk, hiszen akár a víztársulat, akár a kötivízig startmunkában és egyéb eszközökkel kitakarította a főelvezető csatornákat, az önkormányzatok pedig elég sok startmunkást kaptak ahhoz és eszközöket, hogy rendben tartsák az önkormányzati védműveket. Az elmúlt évek tapasztalatai után a gazdák is felkészültek a belvíz kezelésére. Antal Sándor 1200 hektáros földjének csak 10-15%-a van víz alatt. Egyszer a belvíznek az elvezetésével próbálkoztunk, másodszor pedig olyan talajművelési megoldásokat alakítottunk ki, megvettük hozzá a gépeket, amivel 70 centi mélyen megbírjuk lazítani a területeket, ezek magukba fogadják a vizet. Ha több csapadék nem esik, közepes búzatermésre még van esély a most víz alatt lévő területeken is.